Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jól van, felfogtam, Battlefield 4-es szeretnétek látni, Final Stand-es szeretnétek látni, hát akkor íme, itt van, elhoztam nektek a Final Stand-et, csak hát azért értsétek meg, Call of Duty az Call of Duty, én őszintén szóval ugye sok-sok éven keresztül Call of Duty-ztam, szeretem és élvezem ezt a játékot, és ez az új Call of Duty is egy élvezetes játék, a másik pedig, hogy még azért tartozom a nézőimnek egy másik Call of Duty sorozattal is, és amíg azt le nem tudom, ugye az 1v1 technikákat, addig nem azt mondom, hogy nem lesz Battlefield, hanem ilyen felváltva lesz Battlefield és Call of Duty, szóval csatornám kedves Battlefield rajongó koddal is foglalkozik, és Battlefield-del is. Tudom, nehéz megérteni, de hát ez van. És amint tudjátok, én nem vettem meg a prémiumot, hogy miért nem vettem meg, azt most már nem mondom el 52-re. A lényeg az, hogy nem vettem meg prémiumot, tehát minden DLC-hez 2 héttel később jutok hozzá, és ráadásul még van az a pár nap csúszás, amíg megcsinálom a videót, majd feltöltöm a videót, úgyhogy... Na de végre itt van. És kértetek BF4-et, kértetek Final Standard, de mint ahogy ez lenni szokott, sosem konkretizáljátok, hogy mit kértek, hogy mit szeretnétek hallani, mit szeretnétek jobban tudni, vagy mi az, amiről hallanátok szívesen, de mivel ez nem volt meg, így aztán úgy gondoltam, hogy akkor megosztom én, amit gondolok ezzel a Final Standard, és az egyik az itt van, csak nézzetek a háttérre, ne azt, akit lövök, csak a háttérre nézzetek, fantasztikus látvány, és csak úgy remélni merem, hogy a Star Wars Battlefront például, ez egy-két hasonlatos pályán egy ilyen látvánnyal fog szolgálni, hát ez elképesztően gyönyörű. Azt kell mondjam, hogy számomra ez az egyik, ami hihetetlenül megfogott ebben a Final Stand DLC-ben, a pályák látványa egyszerűen epic, és hihetetlenül jól néz ki, és ez nagyon rádob a játék hangulatra. Szóval már csak így elképzelhetem, hogy milyen lehet ez 3D-ben, szóval már így szabályosan fáznék is, tehát így. Nagyon-nagyon szépek a pályák, és amint ezt látni lehetett, már jó hónapja ugye a videósok által, jó hónap látni lehetett az, hogy hatalmasak is. Tehát hatalmasak is, azt kell mondjam, hogy 64 ember elvész rajta, tehát simán... simán el lehet lenni a pályán, anélkül, hogy komoly akcióba kerülnél, és ennek van előnye is, meg van hátránya, és a másik pedig, azt még elfelejtettem mondani, hogy nagyon emlékeztetek a 2142-es pályákra is azért, mert ugye hajaz arra felé a játék, és ugye a Hangár 21 nevű pályán azért ott láthatjátok a különböző kis mecheket, az a kis lépegető robotokat, amit a Battlefield 2142-ben játszhatunk, hogy itt már ilyen prototípusok vannak, és így az egész Final Stand DLC egy kicsit 2142 hangulata van, és jó így nosztalgiázni, és az is jó, hogy nem ilyen 2142 pályákat hoztak vissza, hanem újakat csináltak, de érzékelhető az a rövidke kis jövő jelenlét, ami van ugye egyes pályákon főleg, és a pálya hangulatán a különböző havas pályáknál. Nagyon frankó kis DLC, azt mondom, hogy Battlefield fanok tökéletesen elégedettek kell, hogy legyenek ezekkel a pályákkal, mert egyszerűen szerkezetben nagyon jók, játékban nagyon jók, a tempó rajtuk nem egy túlfeszített tempó, mint a kisebb pályákon, Battlefield-nél, mert mivel kényelmesen elfér rajta a 64 játékos, frankó szabályos taktikai lépéseket építhetsz föl, ha van egy nagyon jó squadod, csapatod, haverok, akikkel játszol, nagyon jól lehet szituációkat megoldani, és frankon
pályán méretből adódóan nagyon jó kis akciókat le lehet vezényelni, főleg ha haverokkal játszol. Ha egyedül játszol, akkor pedig belemászhatsz a sniperek magányos életébe, és esküszöm, soha nem találnak meg. De hogyha meg is találnak, lusták lesznek elmenni addig, hogy lelőjenek, mert olyan szintű távolságok vannak a pályákon, hogy teljes mértékben el tudsz veszni a pályán, el tudsz bújni a pályán. Hogyha magányos farkas vagy, akkor is megtalálod a szórakozásodat, mert tankoktól helikopterek, jeteken keresztül ezek mind hozzák a kötelező hangulatot, és hogyha járműve vagy, a pályák, tehát az összes egy optimális méretté zsugorodnak. Semmi sem lesz túl távol, de semmi sem lesz túl közel, és van időd átlátni, megszervezni a különböző lépéseidet, hogyha például egy tankban vagy nem is tudom, bármilyen földi járműben, lavban, tankban van, tehát van egy kis időt, hogy átgondold, hogyha például egy lavval vagy, hogy hogyan kerülj egy tank mögé, hogyan jársz ki ezt a tankot. És a másik nagyon-nagyon jó dolog, nincs tele anti-air az egyik pálya se, szóval azért van, ahol van anti-air, de még akkor is, hogy úgy mondjam, repülés szempontjából, ugye a jetek szempontjából ezek a pályák ideálisak. Tehát aki szeret jetezni, a jetezze, mert kurva jó. De most egy kicsit rátérve a helikopterek csatájára, pálya méretből adódóan, tehát ilyen hatalmas pályák, nagyon jól lehet helikopterezni rajtuk, mert távol vagy az esetleges veszélyektől. Tehát bizonyos szektorokban repülhetsz a helikopterrel, ahol gyakorlatilag nem ér el se az anti-air, se semmilyen másik veszély, se az ellenfél helikoptere, csak a jetek jelentik az egyetlen veszélyt, de őket azért meg lehet oldani, hogy kikerüljük. És helikopter szempontból, ha a szektorokban mozgolod, tehát bizonyos pontok körül mozgolod, ott iktatod ki az ellenfeleket, nagyon jó és élvezetes játékot lehet csinálni. Az egyik problémája ennek a helikopter dolognak az az, hogyha például a te csapatot, tegyük fel, elfoglalta a pályának a háromnegyedét, és szinte minden pontot tietek, akkor kénytelen vagy a helikoptereddel bemenni az ellenfél területére, ahol sokszor nem csak hogy egy atak helikopter lesz, hanem kettő is, és akkor bizony nem annyira élvezetes a játék. De hogyha ki van balanszolva például egy Conquest-en a pontok elfoglalása, akkor nagyon jó kis helikopter játékot lehet csinálni. És amint itt láthatjátok, itt van ez a bizonyos lebegő tank, ami a Battlefield 2142-ben ugyanígy egy nagyon jó kis játszható tank, lehet vele zúzni, stb. Nézzétek egy kicsit a kis térképet, szóval itt most egy ilyen nagy jeges tavon vagyunk, és ha ránéztek a kis térképre, mindenhogy megyünk, csak nem egyenesen, sléhen, tehát oldalt csúszva, kicsúszva, mindegy, és megvan a hangulata, és a mozgás szabadsága ennek a tanknak azt, hogy is mondjam, nem vagy annyira kötve, mint amikor keréken vagy, tehát hogyha megfelelő kombinációban használod a VASD-t és az egeret, akkor gyakorlatilag elképesztő sebességgel hajthatsz végre nagyon durva manővereket, és nem érdemes újra gondolni erre a lebegő tankra, mint egy tipikus tankra, és mint tudjátok, az ágya nem külön fordul, hanem a teljes tank fordul vele, és pont így kéne gondolni erre a teljes tankra, és amikor lősz vagy támadásba mész vele, maradj folyamatos mozgásban, és gyakorlatilag, mintha simán gyalogos lennél, és fegyverrel a kezedben, azt hiszem kodosok rá tudnak erre érezni nagyon, e folyamatos mozgásban maradsz erre a tankkal, nem állsz meg, és gyakorlatilag amerre forgatod az egeret, fordul a teljes tank, úgyhogy nagy hatékonysággal kerülhetsz ki ellenséges tank lövegeit, úgyhogy ja, egy érdemes vele így játszani, persze nehézkes megtanulni vele lőni, mozgás közben, de szerintem nem lehetetlen, bármihez lehet alkalmazkodni. Úgyhogy, ja igen, a csipa, az a nagyon brutál Uber csipa, hát azóta nörfölték egy kicsit, föl lehet venni, lehet kettőt, hármat lőni helikopterekbe, és leszed minden szart igazából. Az a shotgun cannon, a scrap cannon, vagy mi az Isten a nyila, tudjátok, ami szétszed mindent, azzal is móka játszani, de úgy gondolom, hogy ez a csipa is, és a scrap cannon is egy ilyen mellékes, apró szórakozás gyakorlatilag a játékban, amivel elütheted az időt, ha éppen
mondjuk nincs akivel játszál, vagy a squadod nem éppen segítőkész, akkor érdemes egy ilyenre rászállni, és nem tudom, csipázgatni, vagy éppen az ellenséges tankokat felrobbangatni ezzel a kis shotgun ágyúval, vagy mi az Isten nyila ez, de ennyi lenne a Final Stand DLC. Elégedett vagyok vele, jó kis DLC, és így tényleg egy kicsit így a jövőbe mutat ezzel a Battlefield 2142 hangulattal. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!